Hogyan rajzol csatornaképet két lépésben? 1. Húzd meg egy körülbelül 5 cm-es vízszintes vonalat. 2. Kérd meg ezt itt, mert rájöttél, hogy tök béna vagy. Na? Most erre mit mondjak? Mit gondolsz? Hát, hogy így van. Sziasztok! Ebben a videóban egy Commandox szerkezetet mutatok. Hát egy ilyen csomagküldözgetős Commandox szerkezetet, még nem adtam neki nevet. Na, a szerkezet úgy működik, hogy lehet postaládákat telepíteni, és az egyik postaládából a másikba lehet tárgyakat küldeni. Mutatom is. Mondjuk ide telepítek egyet. Ja igen, úgy lehet telepíteni, hogy lerakok egy entitást, ami mailboxnak van elnevezve. Teljesen mindegy, hogy micsoda. Akkor megjelenik egy csirke, és várja, hogy adjunk neki valamilyen nevet, hogy milyen posta címet szeretnénk, mondjuk ez lesz a sajt. Vannak itt előre némtegek nekem. Itt egy sajt, akkor lerak egy postaládát, meg egy írás lesz rajta. A cím, amit magadtunk. És még egy kicsivel arrébb, ide lerakok még egyet, mondjuk ezt most csirkéből, ugyanúgy működik. Ezt meg szalonnának nevezem el. Jó, és akkor mondjuk szalonna üzen. Jó, sajtnak. Azt szeretlek. Ennyi. Úgy lehet üzenetet küldeni, hogy kidobjuk a postaládához a tárgyat, jön a csirke és várja, hogy ki lesz a címzet, ilyenkor nem lehet fölvenni a tárgyat. És én mondjuk azt mondom, hogy sajtnak küldöm el. Ott van, meg is érkezett a tárgy. Mutattam. Azt szeretlek. És ugye ezek a postaládák bárhol lehetnek, ide is lerakok egyet. Ez meg piros majom lesz, azt is kezeli, hogyha szó köz van benne. És akkor ide is lehet küldözgetni, meg innen is. Mondjuk most a sajt fog üzenni, hát ugyanezt az írást a piros majomnak, és akkor ott van. Jó, a küldött és a fogadott tárgy az nem keveredik össze, tehát mondjuk most a piros majom elküld a sajtnak ezt a könyvet, és sajt pedig egy ilyen tojást mondjuk elküld szalonnának, akkor amit ő kapott, az megmarad, ugye csak azt teleportálódik el, amit ő küldött. Ez is tök jól működik. Csak egyetlen egy csirke van egyszerre, ez is fontos, hát eredetileg hát talán nem úgy lett volna, nem tudom, más módszerrel akartam megcsinálni, de kiderült, hogy a játék azt nem tudja, úgyhogy most csak egy csirke van, aki így pattog, tehát amikor telepítik egy postaládát, akkor megjelenik ez a csirke, és ez ugyanaz a csirke, aki tulajdonképpen kézbesíti a tárgyat, tehát most ide kidobok valamit, akkor most nem jön ide, ő most foglalt, várja, hogy milyen posta címet szeretnénk. Csináltam a rendszerbe egy ilyen visszavonás funkciót is, ha X-nek nevezzük el a csirkét, akkor pontosabban nagy X-nek, akkor az a visszavonás. Itt van egy ilyen name tag, hogy X, ha ezt adom neki, akkor még sincs postaláda, ugyanez a küldésnél. Kidobom a tárgyat, de X-et adok neki, akkor itt marad a tárgy, és visszavehetem. Azt is bírja a rendszer, hogyha valami miatt eltűnik a tárgy, akkor sem fog leakadni. Hát akkor ugyan végigfut ellenőrzés, hogy van egy címzet, csak hát ugye nem kap semmit. Illetve azt is bírja, hogyha olyan címzetet adunk meg, aki nem létezik. Tehát most ide kidobom, és mondjuk itt van nálam egy ilyen doki. Ha ilyen nevet próbálok meg neki adni, akkor hát nem kapja meg senki, visszavehetem a tárgyat. Mondjuk igen, ilyenkor mondjuk lehetne üzeneteket, de hát az már csak ilyen csicsázás, hogy ó, nincs ilyen címzet, vagy esetleg a címzet még üzenetet is kap, már mint itt Terrorban, hogy menjen a postaládájához, mert üzenetet kapott. Illetve csomagot kapott. Van még egy ilyen foglalt név, az a mailbox, tehát ugye a mailboxra telepítek postaládát, de ha mailboxnak próbálom elnevezni a csirkét, akkor hát azt nem fogadja el, így. Ennyi. És azt hiszem nagyjából így felvázoltam a működést, meg így minden hiba lehetőséget, ami nagyon fontos, hogy a csirke nem halhat meg. Ugyanis ez az ellenőrzés úgy működik, hogy lerakok ide egy táblát,
és amikor én megadom a címzettet, a rendszer magában, majd mindjárt mutatni fogom, szintén lerak egy táblát, és ezeket a táblákat hasonlítja össze. Ahol ugye egyezés van, ott van a fogadó. Itt van egyébként egy láthatatlan armor stand is, mindegyik postaládához tartozik egy, innen tudja a rendszer, hogy hol vannak ilyen táblák. Ugye ilyen entitásokra lehet hivatkozni. Tehát, hogyha meghal a csirke, akkor lehet, hogy ugyanaz a név lesz a táblán, viszont a tábla az nem csak egy nevet tárol, tehát itt ennek az MBT-je nem csak annyi, hogy text egy egyenlő piros majom, hanem benne vannak még egyéb tegek is, amiket itt nem jelez ki a tábla. Például az entitásnak az azonosítója van. Azonosítója is benne van. És hát igen, eredetileg nem csináltam volna egy teleportáló csirkét, hanem mindenhol van armor stand, és akkor mindenki legyártja a saját tábláját, és aztán azt hasonlítgatjuk össze. Viszont ugye eltérnek az azonosítók, tehát hiába lenne két piros majom, nem egyezik, mert nem ugyanaz az entitás gyártotta le. Szóval emiatt kell egy csirkét rángatni össze-vissza, aki mindent legyárt, így egyezni fog a név is, és az azonosító is. Jó, hát a rendszerben nem akarok nagyon komolyan belemenni, mert hát sok parancs van, és nem a legegyszerűbbek, úgyhogy csak így a funkciókat nagyjából. Hogy is kezdjem? Mondjuk kezdjük itt, van egy ilyen, aminek ilyen beállítások táblát raktam, mindegy kis kommentezés, de hát azért nem vittem túlzásba. Itt olyanok vannak például, hogyha a csirke X-nek van átnevezve, akkor itt várakozzon. Igen, és itt van mellett, amit mondtam, tehát ide rakja le a táblát, ott is van, hogy doki. Ide lerakja a táblát, és ezzel hasonlítja össze a rendszer a többit. Tehát így végigmenjünk az armor standeken, akkor így vázlatosan, tehát megadom a címzettet, doki, lerakja oda azt a táblát, utána megnézi az első armor standet, hogy mellette ugyanolyan tábla van-e. Ez egy test for blocks. Lefuttatom a legközelebbi armor standdel, hogy ugyanolyan tábla van-e előtte, mint itt. Ha nem, akkor megyek a következőre, és így tovább, mindegyiken végigmegyek. Ahol pedig egyezés van, ott ugye teleportáljon oda a tárgy. Jó, tehát van ez a beállítások rész. Mondom ilyen, hogy a csirke teleportáljon oda, vagy most mit én belenézek egy... Ez pont az, oké, belenézek egy másikba. Ez lefuttatja a postaládával, hogyha levegő van, akkor halljon meg. Igen, így lehet kiütni egy postaládát. Ha itt kiütöm a táblát, akkor eltűnik az armor stand. Tehát, hogy nem maradott. Mintha megszüntetném a postacímet, vagy mit tudom én. Tehát, hogy van benne ilyen. Tehát ilyesmik vannak, ezek nincsenek feltételhez kötve, ezek mindig futnak. Aztán itt ezek azért vannak egymás mellett, mert nagyon hasonlóak, meg amit kiváltanak, az tulajdonképpen ugyanaz. Az alsó azt nézi, hogy van-e új postaláda, ezt így teszteli, hogy van olyan entitás, ami nem játékos, és mailbox a neve. Van ilyen teges rész, ezt majd a végén elmondom pontosan. Itt elég sok helyen használtam ezt a tag szelektort. Jó, tehát hogyha van új postaláda, akkor ha van csirke, akkor oda teleportálja, és beindítja ezt a rendszert itt, a névadás csirkének. Ha kidobok egy tárgyat, az meg a fölötte lévő, ez a küldendő tárgy, ez ugyanezt csinálja, hogyha van csirke, akkor oda teleportálja, és beindítja ezt a rendszert, hogy várja a csirke, hogy átnevezzük. Ez a rendszer azt ellenőrzi, hogy normális nevet adunk meg a csirkének, tehát nem X-et, és nem mailboxot, és talán más foglalat nincs is. Ja, most csak ez a kettő foglalat. Igen. Tehát, hogyha megadtunk neki valami nevet, akkor ide lerak egy redstone blokkot, ezt a két rendszert beindítja. Az üzenetküldés és az új postaládát, ez mindegyik egy teszteléssel indul, hogy melyiket szeretnénk. Ez ugye attól függ, hogy a csirke egy postaládánál, vagy nem. Ez a feltétel egyébként konkrétan. Ha nem postaládánál, akkor új postaládát telepítünk, úgyhogy ez fog itt végigfutni, lemásolja ezt a postaládát, lerakja a táblát, nem is tudom még mit csinál, a végén átnevezi magát X-nek és visszamegy a helyére. Ha postaládánál, akkor ez az üzenetküldés rész indul be. Itt a tárgynak ad teget, amit mondtam korábban,
egy score-t beállít az összes armorstandnek, ennek a score-nak a segítségével lehet rajtuk végigmenni egyesével, és beindítja ezt a rendszert, a címzetkeresést. Na, ez a rendszer azt csinálja, hogy a legközelebbi armorstandnek egyen megnöveli a score-ját, vagyis ezt az X-score-ját, X-nek neveztem el, és utána megnézi, hogy az egyes score-jú armorstandnek ugyanaz a táblája van-e, mint ami ugye itt legyártódott. Ja igen, még azt nem is mondtam, hogy itt a üzenet küldésnél legyártjuk oda a táblát. Tehát összehasonlítja, ha stimmel, akkor ugye oda teleportál a tárgy, a csirke visszaneveződik X-nek, hogy újra lehet használni, meg ilyen tagállítások vannak talán csak. Hogyha nem, akkor... Ja, és igen, a legvégén természetesen, akinek egy a score-ja, az kettőre állítja. És akkor jön a következő, a legközelebbi nullás score-júnak score-út egyesre állítja be. Tehát a legközelebbi az ugye kettő az első lefutás után, akkor jön a következő, akinek nulla, a legközelebbi, hát mit tudom, mondjuk ő lesz. És akkor vele hasonlítja össze. És így tovább. A legvégén itt ez hát így tulajdonképpen igen, ettől a kőbloktól, van az a ellenőrzés, hogyha nem sikerült találni. Ez úgy van megoldva, úgy sikerült megoldani, hogy lerakok ide egy kőblokkot, és azzal az armorszendel kiütöm, amelyiknek még kisebb a szkórja, mint kettő, vagy egy, tök mindegy, tehát aki még soron van, vagy nem került sorra, azzal kiütöm. A következő pedig ellenőrzi, hogy kő van ott? Ha kő van ott, akkor nem volt, aki kiüsse, azaz nincs senki, aki még a sorára vár, akkor leáll a rendszer. Ha pedig kiütődött, azaz volt ott valaki, akkor nem történik semmi. Tehát ez kezeli azt, hogyha olyan nevet adunk meg, vagy olyan postacímet, ami nincsen, így nem fog a végtelenségig futni, hanem leáll. Van itt két command block külön, ezek nincsenek használatban, ezeket azért raktam ide, hogy ne felejtsem el mondani azt, hogy van egy olyan 1.9-es bug, hogyha legyártatok egy ilyen táblát, ami valaminek vagy valakinek a neve van, és kiléptek a pályából, és visszaléptek, akkor ezek hajlamosak, igen, így eltűnni. Nem tudom melyik hol volt most hirtelen, tehát ez volt a piros majom, tök mindegy, átnevezem szalonnának, nem fog semmi történni, itt marad a tárgy, most már nem egyeznek meg a táblák. Pedig csak annyit csináltam, hogy kibeléptem, és így eltűnik, ez valami bug. És ez a két command block azt csinálta, hogy táblagyártás után azonnal lemásolta saját magára a táblát, ilyenkor is változik valami a tábla MBT-ben, igen, változik, viszont nem megy tönkre, mármint kibelépés után úgy marad. Szóval, hogyha azt csináljátok, hogy lejártatok egy ilyen táblát, amin név van, valami entitásnak a neve, és a klón parancsal így saját magára másoljátok, akkor nem fog eltűnni kilépés után, ezt vettem észre, vagy csak szerencsém volt, mert egyébként volt olyan, hogy így kibelépés után nem tűntek el a táblák róla nevek, azt is hittem, hogy megjobbult a dolog, vagy csak véletlen volt, nem tudom, de mindegy, a lényeg, hogy hát most megint itt van, hogy de sajnos létezik ez a dolog. Jó, még a végén gyorsan a tagekről, amit így mondtam közben. 1.9-ben bejött egy olyan dolog, hogy az entitásokra ilyen taget lehet rakni. Mutatom. Például mindegy, Minecraft, chest, ide, tök mindegy. Megidézek egy olyat, aminek... Így. Aminek legyenek tagjei. Ez lehet bármi, mondjuk A. Ilyen szövegesen kell őket felsorolni, egy ilyen szöveges tömbben. A, B, C. Legyártok egy ilyen Minecraft chestet ide. De én persze is futtathatom. Jó. Kihagytam a kettős pontot. Úgy ott is van. Jó. És ebben az a jó, hogy a szelektorban lehet rá tesztelni. Tehát, ha én esetleg keresnék egy olyan tök mindegy entitást, aminek a tagje az mondjuk A, volt közt ilyen, hogy A. Egy komparátort itt bedobok. Akkor azt megtalálja.
Mondjuk olyat mondok, hogy F, olyan biztos, hogy nincs, akkor nem találja meg. Ezt a scoreboard parancssal is lehet egyébként hozzáadni, meg elvenni. Players, ott van, hogy tag, nem test, tag, és akkor kicsoda, mit tudom én, mindenki, és itt van add, remove és list. Mondjuk a legközelebbi entitásnak így, kilistázom list. Ja, hogy én vagyok a legközelebbi entitás, jó van. Akkor a legtávolabbi. Az pont egy mailbox. Ezeknek az almostendeknek van ilyen mailbox tagje. A tárgyaknak forsend taget, a küldeni kívánt tárgyat, azt forsend taggel látja el, az elküldött tárgyat pedig send taggel. Ez azért jó, mert így meg tudja különböztetni a rendszert, tehát a szelektorba, mint ahogy mutattam itt az előbb, bele tudom azt fogalmazni, hogy azt a tárgyat teleportáld el, ami nem küldött, nem szent például. Tehát jó tud ez a tegelés. Jó, hát nagyon nem akarok belemenni, mert tényleg kicsit eléggé bonyolult a rendszer, meg hát vannak benne elég hosszú parancsok. Akit érdekel, az úgyis letölt és elkezd vele molyolni, nyugodtan lehet kérdezni, hogyha valamit nem sikerült megérteni, és természetesen a pálya letölthető, a kézikönyv óvjon.